A megkérdezettek 77%-a szerint szükséges lenne a kijárási tilalom bevezetése, és indokoltnak tartják az idősek kötelező karanténját is. Ez derül ki a Publikus Intézet felméréséből. A kijárási tilalom ugyanakkor meglehetősen szigorú lenne, közterületen csak meghatározott célból, korlátozott ideig és igazolással lehetne tartózkodni. Be kell vezetni a kijárási tilalmat. Miniszterelnök úr, nem lehet tovább várni ezzel. A holnap áldozatait ma lehet megmenteni. Teljes kijárási tilalom, tudom, hogy nem kívánatos, valószínűleg nem is lehetséges. Értelmes vita szerintem az, hogy legyen-e, és ha igen, milyen fajtájú legyen. Ezen lehet gondolkodni. A kijárási tilalom azt jelenti, hogy senki sem tartózkodhat közterületen csak meghatározott célból és meghatározott ideig. A híradónak nyilatkozó jogász azt is hozzátette, ennek keretszabályozását a felhatalmazási törvény fogja megadni. A gyakorlatban ez úgy néz ki külföldön, hogy mindenkinél lesz egy útvonal engedély. Erre az útvonal engedélyre ráírják, hogy honnan érkezett és hova szándékozik menni, és körülbelül ez mennyi időtartamot fog igénybe venni, illetve mikor indult el otthonról, és ez alapján ellenőrizhetik majd a hatóságok. A Publikus Intézet felmérése azt mutatja, hogy az emberek háromnegyede biztos benne, hogy tömegeket fog megfertőzni a vírus, ám ennek ellenére 63%-uk bízik abban, hogy ők nem fognak megfertőződni. A kijárási tilalom bevezetését a megkérdezettek 77%-a támogatná. Ezt a korlátozást egyébként leginkább az aktív korúak és a tanulók támogatják, az idősek kevésbé. Azt gondolják, hogy ők amúgy is otthon vannak többet, és azért nekik nincsen szükségük arra, hogy egy ilyen kijárási tilalomban vegyenek részt. Másrészt pedig az is benne van, hogy van talán egy ilyen kis dac, egy ilyen kis szembenállás nyugdíjasok részéről, illetve 60 pluszosok részéről az egész koronavírus történettel szemben. Az elmúlt hetekben több európai országban is korlátozásokat vezettek be. Március 10. Olaszország. Minden mozgást kerülni kell az országban, három ok kivételével. Ezek a munka, szükséghelyzet vagy egészségügyi ok, jelentette ki a miniszterelnök. Március 14. Spanyolország csak a bevásárlást és a patikek látogatását engedélyezik. Március 23. Anglia. Csak a legszükségesebb esetekben lehet elmenni otthonról. Napi egy szabadtéri testedzés engedélyezett, az is egyedül vagy olyan családtaggal, akivel együtt élnek. Az otthon elhagyás tilalma alól kivételt jelent, ha orvosi segítségre van szükség. Rászorulóról gondoskodnak, vagy munkába mennek.